A dal 2022 győztese Olai Bolya és Födő Sándor nem sokára klip premierrel érkezik hozzánk. A Vető Gábor által készített klip érdekessége, hogy részben analóg módon készült, különböző színvilágú papírkollázsok felhasználásával. Mondani valója pedig az önmagunkkal való szembesülés. Most jöjjön a klip, utána pedig Olai Bolyával és Födő Sándorra beszélgetek. A járdára esett a szívem, mikor megláttalak, pedig részegen aludtál egy platán alatt. Három órán át csak ültem, s néztelek az érkező embert, az eltűnő részeket. Nem olyan voltál, nem olyan voltál, mint álmomban. Nem olyan voltál, nem olyan voltál, amilyet magamban ápoltam. Nem olyan voltál, nem olyan voltál, másik arc és más jövő, csak addig fáj, míg a szív újra nő. Vendégem Olai Bolya és Födő Sándor, sziasztok, szép estét! Sziasztok, szép estét, köszönjük a meghívást! Hát jó, hogy itt vagytok, meséljetek a közös munkáról, hogyan indult ez az egész? Hú, kedves anya, kezdenéd! Persze, Ibolya fölhívott egy szép napon, és megkért, hogy csináljak neki lemezt, én mondtam neki, hogy igen, azonnal, és gyakorlatilag elkezdtük a munkát, ez körülbelül másfél éve volt, és most fogjuk ezt a gyümölcset úgymond megenni, 12 dal született, 2-t együtt írtunk Ibolyával, a többit én írtam, a Hegyi Gyuri és a Csakmag Vivi a szövegírók, és május 4-én bemutatjuk a Magyar Zeneházában. Most nagyon szépen mindent felsoroltál, de azért egy kicsit bontsuk ki ezeket a témákat. A koncepcióról mesélj egy picit, ugye Ibolya felhívott téged, akkor azonnal hallottad a fejedben azt, hogy mit szeretnél majd a későbbiekben megszólaltatni? Hát Ibolyát hallottam, és egy ekkora előadót kapni zeneszerzőként hatalmas feladat, amellett, hogy megtiszteltetés is, és öröm is. És ugye a cél az volt, hogy őt a színpadra, az úgymond hangos fesztivál színpadokra vissza várják, és ezáltal ő oda-vissza keveredjen valahogy. Úgyhogy az volt előttünk, hogy ez egy zenekaros anyag kell, hogy legyen, és a lemez is lehet, hogy minden trenddel szembe menve, de mégiscsak egy zenekaros hangzásvilág, egy klasszikus rock felállás kiegészülve fúvósokkal. De azért nagyon sok zenei meglepi van. Azt is említettétek, hogy ugye 2 dal közös szerzemény. Mesélj erről egy picit, Ibolya, hogy mikről szólnak ezek a dalok. Azért tudjuk, hogy te imádod a rock and rollt, szereted a mély mondani valójú szerzeményeket. Mit szerettél volna ezekben a dalokban átadni? Először is, amikor én a Sanyán keresztül találkoztam a Hegyi Gyurival, mert Sanya évek óta vele dolgozott és vele dolgozik, jól ismeri. Én találkoztam a Gyurival, és nagyon érdekes volt a találkozónk, nagyon sokat meséltem magamról, nagyon sokat meséltem arról, hogy milyen témájú szövegeket szeretnék mondani valókat, és az első dal rólunk szól, a sorsunkról, az álmainkról, a vágyainkról,
És van a másik, ami nekem a legnagyobb kincs, az az idő. Az a cím, hogy pár óra. Tehát, hogy nekem nagyon fontos az, hogy nagyon-nagyon korán fölkeljek, és kihasználjam minden egyes időt, percet, másodpercet, mert számomra ez a legnagyobb kincs. Most itt arról is beszélgettünk, hogy ugye újra visszakerülsz a nagy színpadokra, és minden trend ellen mentek, hogyha ezt jól értettem. Szóval nagyon szereted a sanzonokat. Most itt a beszélgetés előtt is az öltözőben pár szót erről hallottam, hogy annyira lelkesen meséltél erről. Esetleg ebből a stílusból is próbálsz valamit belecsempészni így a jövőbe, a jövő zenébe. A jövő zenében ott vannak a sanzonok, mivel van a női posta, gyakorlatilag, amit kortárs költőknek a verseik vannak megzenésítve, amit a Presser Gábor zenésített meg, és ebből kifolyólag javából mennek a Marcibányi műfázban a sanzon előadások. Egyben nagyon imádom a fadút, egy nagyon izgalmas stílusú dal. Nehéz, de nagyon izgalmas, természetesen. Ezek mennek, a kettő megy, nem... Nem kell választanod egyáltalán. Köszönöm szépen, viszont. Kicsit kanyarodjunk vissza a május 4-éhez és a közös munkához, amikor is lesz egy nagy koncert, ahol ezt a 12 dalt majd bemutatjátok. Nagyon fontos volt ez a dalszerzésnél, hogy élőben is jól szóljanak. Hogyan készültök? Lesznek meglepetések? Lesznek. Amúgy lesznek régi dalok is, de meg fogjuk engedni magunknak azt a luxust, hogy eljátsszuk a lemeznek az összes dalát, és ez így szempont volt az elejétől kezdve. És lesz amúgy két meglepetés vendég, akik meglepetés vendégek, ezért nem fogom elmondani. Köszönjük szépen. De elvileg kettőt szándékozunk elhívni és meglepni a közönséget. Elkészült most ez a lemez, nem sokára május 4-én bemutatjátok. Mi a helyzet a jövőben? Milyen szerzemények készülnek még? Mert én azt látom, hogy ti nagyon termékeny szerzők vagytok, nagyon jól dolgoztok együtt, és biztos még 1000 dal van a fiókban. Húha! Szóval most meg kell... Lehet erről mesélni? Szerintem igen. Igazából amúgy, tehát ugye most jelenik meg ez a lemez tényleg, tehát ma adtuk le, és elvileg itt mondhatnánk azt is, hogy most egy kis szünetet tartunk, hátradőlünk, tanuljuk a dalokat, de valójában az történik, hogy már van egy új dal, ami nem került fel a lemezre, hiszen akkor már leadtuk, úgyhogy ezt május 4-én játsszuk el először, tehát ugye amúgy nem nagyon tudtunk leállni, mert nem lehet, szóval ez nem így működik. Nagyon-nagyon kreatívak vagyunk. Szerencsére nagyon jó ez a munkakapcsolat, és nagyon gyümölcsöző. Csak egy utolsó gyors kérdés, hogy a dal 2022-ben berobbantál a színpadra, ugyanazt az Ibolyát láttuk, akit régen ugyanazzal a csillogó szemekkel, mindenkit meggyőztél. Mik azóta a visszajelzések? Ugye az nagyon nagy siker volt ez a Nem adom el című dal, imádott a közönség, imádott a szakma. Mi mindent mondtak azóta neked? Hát először is adott egy jó dal, adott egy jó szöveg, és azt gondolom, ha ez a két dolog megvan, akkor lehet ebből egy nagyon jó dolgot összesütni. Nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam, hogy a szakma, tehát a szakmai elismerésnek voltam őszintén nagyon-nagyon hálás és boldog. Mindenki nagyon örült neked, és nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttetek. A május 4-i koncert, ez pedig sok sikert kívánunk. Mi köszönjük a meghívást.